Sziasztok, dr. Zsú vagyok, és az élet megy tovább, ugye, bármilyen nehézség közepette is vagyunk, az élet megy tovább, és el kell tudnod foglalni magad, hogyha eddig pánikoltál, akkor reméljük, hogy már ezt letetted, és hasznos, értékes dolgokra töltöd el a napjaidat, és fejleszted önmagad, van időd meditálni, van időd mozogni, van időd magadnak elkészíteni az ételeidet, szeretettel, ugye megáldani ezt is, megenni, eleget aludni, és a gyerekekkel játszani, a kutyusaiddal, cicáiddal együtt lenni, kimenni, futni, mindenre van idő, játszani, nevetni, mindenre van idő. Viszont egy nagyon fontos dologról szeretnék ma beszélni, ez egy kulcs szó, ez a megelégedettség. Ez előjött már egy ideje, szerettem volna egy videót készíteni erről, többszörös kérdésekben jött fel. Azért, mert ugye minden az életben, ami a negatív dolgokat viszi, ugye ez a sóvárgáson alapul, az akaráson. Mi is ez az akarás? Az akarás akarni valamit elérni, vagy nem akarni valamit elérni. Mindegy, mert mind a kettő egy harcot fog benned építeni, mind a kettő elutasítással jár, elutasítás érzéssel, mert ugye elutasítod azt, ami van, és más kell, mint ami van, ugye? És amikor esetleg megvan az a dolog, amit nagyon akartál, akkor bejön az akarásnak a következő lépése, az a nem akarás, mert már nem akarom azt, ami van, tehát teljes erővel elkezdjük azt tönkretenni. Itt van egy párkapcsolat, akarunk egy társat, megkapjuk a társat, de most már mivel, hogy megkaptuk a társat, és csak az akarást ismerjük, az álmodozást és a sóvárgást, a megtartást és az azzal való foglalkozást nem ismerjük, beindul a nem akarás, beindul a tönkretevés, a nem akarás, az eltávolodás, mert most már a nem akarás, a tönkretevés indult el. Tehát, miért is van bennünk ez a sok sóvárgás, miért is születünk ezzel, és óriási munkánk van vele. Tehát ugye nemzedékekről nemzedékekre, családból is rád ragadhat, generációkból előtte az univerzumból is kaphatod valakitől, de mindegy dolgod van vele most, és hogyha szeretnél egy szabad életet élni, akkor meg kell tanuld a megelégedettségnek az érzését. A megelégedettség érzéséből fog megszűnni a sóvárgásod, a nem akarás és az akarás, mind a kettő, mert a megelégedettségben beletartozik az elfogadás és a hála, pont minden úgy jó, ahogy van. Na most ezt el szeretném magyarázni, egy kicsit továbbvinni ezt, mert nagyon félreérthető. Tehát, hogyha valaki úgy érzi, hogy a megelégedettség állapotában hátradől és semmit nem csinál, akkor nagy valószínűségileg a lustaság fog rajta eluralkodni. De azzal, hogyha te a megelégedettség érzését futtatod, hálás vagy, elfogadó vagy és hálás vagy, de célokat tűztél ki, és a céljaidat építed, azért minden nap teszel valamit ezzel a beteljesülés érzésével, hogy már most meg vagy elégedve azzal, ami van, folyamatosan fog hozzád jönni a többi dolognak való beteljesülése, mert hiszen az azonos rezgésű vonza magához az azonos rezgést. Tehát, igenis, hogyha most van maradsz, ugye, meditációval tudod kialakítani, légzésfigyelésed ebben kulcsfontosságú, az elmét tárgyilagos megfigyelése kulcsfontosságú, lásd előbbi videóim ezekre, és ha ez megvan, akkor mindig, minden pillanatban fogod tudni, hogy a céljaidért mit tegyél. És igenis lesz egy átmeneti állapot, a régi énedről leszokni, egy átmeneti állapottal nagyon sokat fogod figyelni a légvételedet, hogy ki gyere innen, és az új énedet, azt az énedet építeni, akiben már a megelégedettségnek az érzése fut, és ezzel építi a jövőjét. Tehát ne kavard össze, ne zavard össze magad azzal, hogy te félsz a megelégedettség érzéstől, mert akkor te esetleg hátradőlsz, és semmit nem csinálsz, és várod a sült galambot az ablakon. Ez igazából nem így van. Megelégedettség érzésével való munka, kitartó munka, szorgalmas munka,
mindennapi munka céljaidért, és ha itt vagy a mostban, amikor elfelejted, hogy ki a neved, hogy hány óra van, és hogy hol vagy, akkor biztosan itt vagy a mostban, és össze vagy kapcsolva azzal a tudással, ami az univerzum ugyanis meg fogja neked mondani, hogy szeretettel mit kell tegyél, hogy a céljaid felé mozdulj el, és folyamatosan a céljaid felé mozog. Mert ugye mindig minden mozgásban van, és ezt te tartod mozgásban. Tehát mit tudsz tenni azért, hogy egyre jobban érezd a megelégedettség érzését? Meg kell tanítani a sejtjeidnek, fejed tetejétől a lábujjad végéig, a nagy takarítás, a félelmeidnek a transformációja, a sóvárgásaid, az akarásodnak az alapja, valamint a nem akarásodnak az alapja, a gyökerének a megtalálása, annak a transformálása lesz erre az eszközöd, hogy utána helyet csinálj annak, hogy a megelégedettség érzésé mellett, ugye sok más érzés van, amivel dolgozunk, és ugye ezt a könyvemben mind leírom, hogy alapban megtanuld, és akkor őszintén, teljesen mindegy, hogy mi fog történni, tudod, hogy az téged szolgál. Ez nem azt jelenti, hogy tönkre fogsz menni, rossz lesz neked, hanem elhiszed azt, hogy mivel te értékre születtél, az élet a legnagyobb értéked, ezt az értéket képviseled, értéket kell teremts ezzel minden egyes nap. Ezáltal az életed egy felfelé ívelő, lineáris vonalon fog menni. Tehát az összes többi más, ami kétség, bizalomhiány, minden, ami beugrik, az mind az elmének a dolga, amit meg kell figyeld, és ha mostban maradsz, mindig kapod az információt, hogy megelégedettséggel szépen, lassan, türelmesen, fokozatosan, egyenletesen lépeges előre folyamatosan. Folyamatosan mozogj, mozogj és csináld a dolgaidat. Tehát ezt szerettem volna egy kicsit így kitisztázni számotokra. Remélem, hogy ez sikerült. Remélem, hogy minél több megelégedettség érzéssel dolgoztok az egészségetekért minden nap, és szerettek mindenkit és önmagatokat is. Szeretettel várunk majd az áttörése boldogságba táborunkba, illetve most ugye ez online folyik, ez a program, úgyhogy szeretettel várunk erre is, amit 12 hét alatt megy le, ahol teljes mértékben személyesen kapod meg ezt a tudást, amivel a sóvárgásaidat és a nem akarást, akarást meg tudod gyógyítani gyökerében, félelmeiddel együtt. Nagyon szépen köszönöm, dr. Zsú voltam, sziasztok, sok szeretetet küldök nektek, nagyon jó egészséget kívánok!